viszontagságos évszázadok után azonosíthatják Mátyás király földi maradványait, de nem csak az övét, ugyanis a törökkorban lerombolt székesfehérvári nagyboldogasszony templom osszáriumából, vagyis csontkamrájából rövidesen több uralkodónk is méltó nyughelyre lelhet. A feltárásról és a beazonosításról dr. Horváth Lugosi Gáborral, a Magyarság Kutatóintézet főigazgatójával fog beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Jelen pillanatban nagyon sok érdekes információt olvastam erről a feltárásról. Hol tart most a dolog? Hát a Hunyadi Mátyással ugye kezdte a felvezetést. Hunyadi Mátyáshoz még az osszárium felnyitása előtt kellett egy horvát segítség, amit meg is kaptunk a horvát államtól és a horvát katolikus egyháztól. Ugye Mátyás király természetes fia János és unokája Kristóf lepoglavai pálos kolostorba lettek eltemetve 1400-as években, és az ő DNS-ükre volt szükségünk, hogy a székesfehérvári osszáriumban található 900 egyénnek a csontvázából kiválaszthassuk majd annak idején, hogyha azonosítottuk őket, Mátyás királyt is. A horvát államtól megkaptunk minden segítséget, és igazából ez egy közös tudományos publikáció és kutatás, és a Székesfehérvárra visszatérve február 23-án feltártuk az osszáriumot. Egy hét alatt mind a 900 egyénből vettünk mintát. Azt tudni kell, hogy a török háború idején ezeket a sírokat, a királyi szarkofágokat széttörték, rombolták, tehát itt a 900 egyénből nem 900 tökéletes csontvázat kell elképzelnünk, hanem 600 koponya maradt meg, ebből 400 éppen, 200 csak töredék, van akinek ugye betörték például, vagy eltört a koponyája, van akinek nincsen, csak megvan mondjuk a váz teste, vagy hiányos. Na most a 900-ból vettünk mintát, és az első 100-nak az elemzése megkezdődött. Tehát szisztematikusan haladunk, mind a 900 egyén meg lesz, és hogyha közte van ugye Mátyás királynak a csontváza, akkor tudjuk majd összepárosítani a lepoglavában a saját fiától és unokájától vett DNS profil alapján. Ez egy nagyon aprólékos kutató munka, és ugye itt nem csak Mátyás királyról van szó, hanem számos árpádházi királyról, nemesekről, egyházi főméltóságokról. És nagyon érdekel egyébként a kutatói szemmel is ez a rész, mert én azt olvastam, hogy itt a koponyából, a úgynevezett sziklacsontból nyert csontporból analizálják és azonosítják az embereket. Mindig szüksége van a koponyának erre a részére, vagy egyéb más módon is meg lehet azért? Mert ugye, ahogy ön is említette, ez nem mindig áll rendelkezésre. Nem, nincs mindig, főleg, hogyha nem áll rendelkezésre, de a legnagyobb DNS koncentrátum az a sziklacsontnál, illetve a fogakban található, de a kollégáim a csontokból is, lábszár, felkar, egyéb csontokból is képesek kinyerni, csak sokkal könnyebb dolguk van, hogyha ha rendelkezésre áll a koponya. Ez lehet, hogy nagyon laikus kérdés, de az első pont az arról, hogy nyer az ember a kutató bizonyosságot. Tehát, hogy ott ugye el lehet indulni most a Korvin János és Korvin Kristóf mentén Mátyás királyhoz és a DNS fonálon keresztül, de az hogy vált biztosra, hogy azok, mondjuk itt 1400-as évekről beszélünk, hogy Korvin János, Korvin Kristófot temették oda. Illetve, hogyha még korábbi időről beszélünk, akkor ez még inkább kétséges tud lenni. Ugye a török háborúk odáig nem értek el, és viszonylag háborítatlan volt az egész kolostor és maga ez a templom rész, és egyszer volt egy újra temetése, az apát és a fiút a templomon belül egymás mellé temették, ez az 1800-as évek 19. században történt, török aurél is megvizsgálta őket, és volt egy olyan, még egy biztos pont, hogyha ez nem lett volna ugye elég, hogy sánta volt a csípő problémái voltak ugye Hunyadi Jánosnak, és én magam is láttam kint Horvátországban, január 14-én volt, télen végeztük ezt a feltárást, és lehetett szemmel látni, hogy a medence csont ugye deformált volt elég jelentősen. Egy normális medence csontban ugye benne van az alsó combcsontunk, itt teljesen kopott volt, ugye, hogy húzta a lábát. És a két csontvázat is, ugye a Kristóf a gyerekkorában feltehetően mérgezés által vesztette életét, az életkor is stimmel, és egymáshoz való viszonyuk is stimmel, tehát apa-fiúról van szó. Tehát nekik már elvégeztük, így a Magyarság Kutató Intézetnek, nem csak az Árpádházi
DNS profil áll most már rendelkezésére, hanem Hunyadi családnak a DNS profilja is rendelkezésünkre áll, és ami még nagyobb szenzációt igazából, hogy a teljes 3,5 milliárd bázispárra végeztük a DNS szekvenációt. Ez azt jelenti, mintha egy ma élő embert a lehető legteljesebb módon szekvenálnánk. Ez eléggé ritka, megvan, és soha többet nem kell ezeket a csontokat bolygatni, mert teljes DNS profilt sikerült meghatároznunk, ami alapján a szemeszínét, a hajszínét, a különböző betegségekre a hajlamát, tehát igazából... Szóval most jutott el a tudomány akkor arra a szintre, hogy ezzel ilyen mélységig lehet foglalkozni. Igen. Hogyha megtörténik a feltárás, végeznek és azonosítják a maradványokat, Mátyás király, többi Árpádházi király is meg lesz, akkor mi a következő lépés? Mert azt olvastam, és a felvezetésben is említettem, hogy méltó nyughelyük lesz, tehát akkor már nem csak egy ilyen osszáriumban lesznek össze-vissza a csontok, hanem egy olyan, nem tudom mit használják erre, múzeum, vagy egy olyan látogató központ Panteon lesz, ahol el tudnak menni az emberek. Egy olyan nemzeti panteont hozhatunk létre, amit mai magyarok csak irigykedve néznek mondjuk Angliában, vagy Spanyolországban, tehát mi is a királyainkat, ahogy annak idején nyugodtak is, hogy a török krónikások leírják, hogy gyönyörű márványfaragott domborművek, ezeket mi külföldi, vagy más országoktól csak irigykedve nézzük, most utolérhetjük magunkat a történelemben. Mit gondol, hogy csak nagyon röviden, hogy ez mikorra válik lehetségessé? Szerintem 2-3 éven belül ez már reális. Főigazgató, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást.